8 millió forintot adományozott a Tolna megyei Balassa János Kórháznak az OTP Bank. A pénzintézet azért tette ezt a felajánlást, mert fontosnak tartja támogatni azt az erőn felüli munkát, amit az egészségügyi dolgozók végeznek a koronavírus elleni küzdelemben. Kórházak kiválasztásánál fő szempont az volt, hogy az adott intézmény fontos szerepet töltsön be a járvány elleni védekezésben. A pénzintézet ebből az összegből olyan orvostechnikai eszközöket szerzett be, amire a kórháznak jelenleg szüksége van a járványügyi ellátáshoz. Ezeket főként az intézmény fertőző osztálya, valamint az intenzív és a sürgősségi osztálya kap meg. Bizonyos helyeken betegágyakat, éjjeli szekrényeket kell lecserélni, ami alkalmasabb és megfelelőbb az ellátáshoz, illetve hát ami a betegellátást segítő számos gépműszer és berendezés, fogyóanyag, ami ilyenkor nincs az a mennyiség, ami nem tud elég lenni. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondja, számos cég segítette már a várost a járványügyi küzdelemben. Úgy véli, ez az újabb támogatás is jó helyre kerül majd. Ezt szeretném megköszönni, hiszen az OTP az önkormányzat számla vezetője is, és mikor az a szándék felénk eljött, hogy ők szeretnék támogatni a vírus helyzet megoldása valamilyen formában, akkor nem volt kérdés, hogy az önkormányzat a kórházat javasolja. A Tolnai megyeszékhely polgármestere bízik benne, hogy mások is követni fogják a bank példáját, és támogatják a kórházat, ezzel megkönnyítve a feladatellátást.